Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője, akit most ösztűz alá veszünk. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük az oltással. Oltásterv van, vakcina nincs. Oltásterve, hogy lehet beoltani az embereket? Az oltási terv az van, azért kell, hogyha megfelelő számú vakcina rendelkezésre áll, akkor pontosan tudjuk, hogy ki következik és hogyan fog végigmenni ez a folyamat. Vakcina pedig van, csak kevés. Most is a legutóbbi Moderna szállítmány tegnap előtt vasárnap a kevesebb érkezett, mint amennyit vártunk, mint amennyit ígértek. Folyamatosan csepegtetik ezeket a szállítmányokat. Az Európai Unió látszik, hogy ezekben a tárgyalásokban nem jeleskedett korábban, rossz szerződéseket kötöttek. Most ugye azt mondták, hogy az AstraZeneca gyártóval nyilvánosságra hozzák a teljes transzparencia jegyében a szerződést, amiben ki van satírozva és ki van feketézve a szállításra, az árra, az ütemezésre és a mennyiségre vonatkozó rész. Megint csak nem lehet beoltani. Egyre több tagállamban keresnek harmadik külső megoldásokat, hiszen látják azt, hogy is kemény, nálunk sokkal keményebb kritikákat fogalmaznak meg az Európai Bizottság közös beszerzése felé, mert azt látjuk, hogy a vakcina vethet véget ennek a járványnak, mi hamarabb a legnagyobb átoltottságot el kell érnünk, ehhez pedig a megfelelő számú vakcinára szükség van. Éppen ezért a magyar kormány minden eshetőséget latba vetve és minden forrás felkutatva tárgyal amerikai, európai, izraeli, orosz, kínai gyártókkal is, hogy a lehető leghamarabb, a lehető legnagyobb mennyiségű vakcina a rendelkezés álljon. Egyébként az orosz és a kínai ügyben pedig már szerződéskötés is történt. Ezek után a német egészségügyi miniszter mondta, hogy az orosz és a kínai vakcina felé kell nyitni, a francia ugyanakkor azt is mondta, hogy bevizsgáltatja az Európai Unió illetékes szerveivel, és megrendeli, amennyiben ez megfelel. Ezt is mondta. Természetesen, tehát bízzuk a hatóságokra. Én azt látom, hogy a bal oldalon mindenkit a járványhelyzet alatt a karanténban elvégezte a vakcina szakértő gyors talpalót. Mondom ezt azért ilyen ironikusan, mert ott mindenki vakcina szakértő lett. Mi azt mondjuk, hogy bízzuk ezt a szakemberekre. Vannak szakemberek, akik kiutaztak Oroszországba, abban a laboratóriumban, ahol ez készült, megvizsgálták ott a dokumentációt. Vannak szakértők a Magyar Gyógyszerészeti Hatóságnál, akik itthon vizsgálják meg. Az ellenzék helyében én nem támadnám a gyógyszerészeti hatóságot. A magyar protokollok azok szigorúbbak, mint az Európai Gyógyszerügynökség protokollai. Ráadásul tapasztalataink is vannak. Például a kínai vakcinával oltanak már magyar embereket Vajdaságba, Szerbiába, szomszédos államba. Látjuk, hogy például Pásztor István, Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is a kínai vakcinát kapta meg, de magyarok, sok ezer magyar kapta meg a kínai vakcinát. Látjuk a dokumentációkat, látjuk azt, hogy egyébként sok helyen a Pfizer vakcinája vág be, hogy ki kell szélesíteni ezt. Én nem mondom azt, hogy melyik jó, melyik nem jó, mert a hatóságok mondják meg. Én azt szeretném, hogyha minél nagyobb mennyiségben, minél több rendelkezés álljon, nyugati is, keleti is, az a lényeg, hogy hatékony és biztonságos legyen. Igen, ezek a fontosak, és én még nem végeztem el a gyors talpaló tanfolyamot, tehát nem lettem orvos, doktor, meg nem is szeretnék az lenni. Ugorjunk egy nagyot, helyszín magyar parlament. Magyar parlament rendkívüli ülésre ült össze tegnap, nem láttam önt ott, nem láttam a kormánypárt, sem a Fidesz, sem a KDNP képviselőjét. Mi értelme van összehívni az országgyűlést, hogyha a képviselők nincsenek ott? Ez egy politikai színjáték. Egyébként az egyik legfőbb kezdeményező, egy Gyurcsány Ferenc el sem ment az ő általa kezdeményezett rendkívüli ülésre. Ezt csak félretenném. A járvány elleni védekezésről szerettek volna vitatkozni a baloldali képviselők, és egy ilyen politikai színjátékot létrehozni. Egyrészt még nincs vége a járványnak, szerintem bőven lesz időnk vitatkozni a járvány elleni védekezés sikerességéről, a hatékonyságáról. Amikor vége van, és magunk mögött hagytuk. Másrészt, amikor azt látjuk, hogy kamu videók vannak, kamu statisztikák vannak, álhírterjesztés megy, amikor folyamatosan támadják a járványügyi szakembereket, támadják az oltási tervet, nem regisztrálnak, de azért a baloldali polgármester soron kívül beoltatja magát, amikor folyamatosan... Ő azt mondja, hogy ez különben a szemétbe került volna, és értesítették, és mondták, hogy menjen el. Kipécéznek vakcinákat, nem tartják be a szabályokat. Egyébként például most eszközként használják fel a vendéglátósokat a kormány elleni támadáshoz, akkor őket nem a válaszok érdeklik az általuk feltett kérdésre, hanem az érdekli őket,
hogy megint csak nem a járvány ellen küzdhetnek, hanem a kormány ellen küzdhetnek. Ez egy politikai színjáték. De egy ellenzéknek nem az a feladata, hogy valami módon hallassák a hangukat? Ők azt állítják, hogy nem tudnak labdába rúgni másképpen. Hát ugye az, hogy mi az ellenzék feladata, arról lehet értekezni, de most egy válsághelyzet van. Hát ilyen esetben együttműködni, egy válsághelyzetben minden kormány együttműködik, aztán majd megtépik egymás haját, ha vége van. Én szerintem nem olyan sokára el fogunk érni egy kampányidőszakba, a 2022-es választási kampányba. 14 hónap, 15 hónap, attól függ, hogy mikor lesz kírva ez a választás, van hátra a választásokig. Lesz egy kampányidőszak. De ön már nagyon jól tudja, hogy a kampány rég elindult. Szerintem csak a bal oldalon indult el, mert mi azt mondjuk, hogy először hagyjuk magunk mögött a járványt, hagyjuk magunk mögött az egészségügyi védekezést, zárjuk le ezt, öljük meg a vírust a vakcinával, segítsük meg a bajba jutott vállalkozásokat, indítsuk újra a gazdaságot, és utána majd, hogyha ezek megtörténtek, akkor egyébként a választást megelőző pár hétben beszélhetünk majd arról, hogy ki mit csinált, hogyan áll, és ki mit szeretne tenni a jövőben. De most nem kampányidőszak van, most válsághelyzet van. Csak a baloldal ezt megint kampányolásra és a kormány elleni támadásra használja föl, nem pedig arra, hogy segítse a járvány elleni védekezést. További kérdéseimet is föltenném, hogyha látnám, hogy mennyi időnk van még hátra, de kollégáim színes plakátokat tettek ki nekem, így aztán nem tudom, győztem. Van még hátra 7 perc, 48 másodpercünk. Ugyan ön szerint még a kampány nem indult el. Mi a véleménye a csókról és minden, ami körülötte volt? Ma vendégem volt az EVOSZ elnöke, és ő nagyon pozitívan nyilatkozott erről. Mennyire fog ez eredményeket hozni, és ma holnap a 13. fizetés első hetét nyugdíja, mit mondtam? Fizetés. Nyugdíj, hát a nyugdíjasoknak ez a fizetése. Hozza a postás, nem lehetett volna ez valamivel több beleszámítva az inflációt is, és mit várnak ettől? Hát ugye a 13. havi nyugdíj az egy nagyon szimbolikus dolog, mert a Gyurcsány Ferenc vezette válságkezelés, Gyurcsány Ferenc vezette kormány 2008-2009-ben elvette. De régen volt az már. Az egy pénzügyi válság volt, és mindig arra hivatkoznak a parlamentben a tisztelt baloldali képviselőtársaim, hogy nekik milyen nehéz dolgok volt akkor, hiszen válságkezet volt, és természetes, hogy megszorításokhoz, adóemelésekhez nyúltak, és természetes, hogy elsőként a gyermekes családoktól és az idősektől vették el a támogatást. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy egy válsághelyzetben sem szabad elfeledkeznünk azokról, akik ezt az országot a hátukon vitték sok-sok évtizeden keresztül. Egy válsághelyzetben sem állíthatjuk le a nyugdíjasok támogatásának növelését, és nem csökkenthetjük a családtámogatást. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért kezdődik meg a 13. havi nyugdíj visszaépítése. Február 12-én kezdik el kézbesíteni a 13. havi nyugdíj első részletét. Én azt gondolom, hogy ez egy megbecsülésnek a jele. Mi 2010-ben szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal, hogy nem veszít az értékéből, tehát megőrizzük reálértéken a nyugdíjaknak az értékét. Nem csak, hogy ezt sikerült teljesítenünk, hanem összességében több mint 10%-kal reálértéken is emeltük a nyugdíjakat. Most erre jön rá a 13. havi nyugdíj visszaépítése. A családtámogatások pedig azt tudom mondani, hogy egy teljesen nagy szemléletváltás történt 2010-ben. Hiszen az a családbarát fordulat, ami történt 2010-ben, oda vezetett, hogy mára több mint 2,5-szer annyit költünk családtámogatásra az állami költségvetésből. Tehát most már nem jelenti a gyermekvallás. Nem jelenti a gyermekvallás egyenes arányban a szegénységet, mint egyébként ez korábban 2015 volt, hiszen 2-3-4 gyerekkel 2010 előtt a folyamatosan csökkenő és elvett családtámogatásokkal szinte egyet jelentett a szegénység vállalásával, megszüntették az otthonteremtési programokat, megszüntették az 1 és 2 gyerekesek családi adókedvezményét, megszüntettek számos olyan családtámogatási rendszert, például a gyes időtartamát is lecsökkentették, ami segítség volt a gyermekes családokkal. Egy demográfiai, egy népesedés politikai intézkedések, azok arra szolgálnak összességében pénzügyi, lakhatási, adókedvezmény, bármilyen, és természetesen elvi, erkölcsi támogatás is arra szolgál, hogy megszülethessenek a kívánt gyermekek, hogy vállaljuk azokat a gyermekeket, amelyeket szeretnénk. És az idei évben is a tavaly évre vonatkozóan biztató számokat tett közzé a statisztikai hivatal. Én nem mondom azt, hogy ez elégséges, azt sem mondom, ez egy ilyen óvatos optimizmusra ad okot. A házasságkötések száma évek óta nő, a termékenységi ráta is folyamatosan nő, a válások száma csökken, a terhesség megszakítások száma is csökken. Ez egy jó irány. Ezeket a folyamatokat, hogyha tudjuk tartani, akkor ez egy hosszú távon az egy pozitív folyamat lesz. Természetesen nagyon sok munka van még előttünk. Az LMP-nek a slágere támogatni az otthonápolást.
Ez egy nagyon nagy feladat, és valamikor a KDNP még tavaly ilyenkor, még a pandémia előtt ezt meg is szavazta. Mi lett ennek a vége? Folyamatosan nő az otthonápolási díj. Ha összehasonlítjuk azt, hogy mennyi volt 2010-ben, akkor itt egy sokszoros összeget találhatunk. 2010 óta folyamatosan emelkedett az otthonápolási díj, de természetesen mindig nem elég? Természetesen tovább kell emelni. Nem fog találni olyan intézkedést, olyan emelést, akár a béremelési programokban legyen az a tanári, az egészségügyi, a szociális, bármilyen béremelésben nem fog találni olyan mondatot sem tőlünk, sem leírva, sem elmondva, amikor azt mondtuk, hogy az út végére értük, és befejeztük ezt a béremelést, befejeztük egy bizonyos juttatásnak az emelését. Ez egy folyamatos programnak kell lennie. Legutóbb február 1-én, tegnap emelkedett az otthon ápolási díjnak a mértéke. Ugyanúgy már be van programozva, már el van fogadva, hogy a jövőre tovább fog emelkedni. Én azt gondolom, hogy ezt a tendenciát kell folyamatosan folytatni, hogy egy kiszámítható, biztos, de folyamatosan megvalósuló emelés legyen. Megvalósítva, hozzáteszem, a baloldali képviselők köztük az LMP-sek, akik ebben most hangoskodtak, nem szavazták meg azt, hogy ez emelkedjen. Lépjünk tovább, egy lehetetlen feladatra vállalkozom, van 3 percünk. Szeretném azt megtudni öntől, teljesen objektívan természetesen, hogy miért van az, hogy az ellenzéki pártok nem lelkesednek az egyházakért, az egyházak támogatásáért, hisz az állam nem ajándékot az egyházaknak ad, hanem átvállalnak állami feladatokat, szociális otthonokat, oktatási intézményeket, hagyd ne soroljam, és ezt a szolgáltatást kifizetik. Akkor mi a baj az egyházakkal? Hát és természetesen az a közösségépítő munkájuk, amit az egyházak a társadalomban végeznek, az is abszolút nagyra becsülendő. Hogy a második világháború követően mindent elvettek tőlük, úgyhogy... Van egy 50 éves lemaradás, ahogy erre ön is utalt. Itt van egy olyan lepusztuló ingatlanállomány, amit az egyházak visszaigényelhettek, vagy részben visszakaptak a rendszerváltozás után. Romos állapotokban. Nagyon romos állapotokban. Vannak olyan feladatok, egyrészt közfeladatok, másrészt hitéleti feladatok, amelyeket az állam megbecsül, amelyekre azt gondoljuk, hogy ez fontos és jó a társadalomban. Én magam egyházi iskolába jártam, pontosan tudom, hogy milyen plusz az, hogy olyan lelkiséget, olyan szellemiséget kaphattam ott, egyébként szerzetes tanároktól is, ami az egész életemre kihatással van és ezt fontos. Lehet, hogy meg lehet kapni egy jó ateista tanártól is, biztos, ha jó a tanár. Biztos, hogy meg lehet. Rendesen. Mi azt gondoljuk, hogy ez érték. Az értéket pedig támogatni kell. Ezért működik együtt az állam abban, hogy az egyházaknak a különböző egyrészt elmaradt fejlesztéseit, hát akkora hiány van például a templomok, zsinagógák, közösségi házak felújításában, akkora hiány volt, hiszen 1940-es évektől semmi nem történt ezen a téren, egészen mondjuk a 90-es évek, de inkább a 2010-es évekig alig tudtunk felújítani nagy mértékben egyházi ingatlanokat, épületeket, és arról van szó, hogy ez a társadalmi munka, amit ők végeznek, ez egy óriási munka, és a baloldalnak ez egy régi szokása, egyház ellenes a baloldal. Emlékezhetünk azokra... De mitől baloldaliak ők? Hát hol vannak ők már a baloldali elvek? Hát emlékezhetünk, hogy Gyurcsány Ferenc olyanokat mondott, hogy ő kirakja a papukat az iskolából, hogy ő felmondaná a vatikáni szerződést, ami alapján egyébként az összes bevett egyház, nyilvántartásba vett egyház megkapja azt a támogatást, amit egy állami szociális intézmény, egy állami iskola, vagy egy állami kórház, vagy egy állami intézmény megkap. A vatikáni szerződés mintaérték meg a többi egyházaknak is. És Gyurcsány Ferenc ezt föl akarja mondani. Tehát félő az, hogy ez egy nyilvánvalóan egy közösségromboló politika, amit a baloldal csinál, és most az egyház ellenesség is előjött. Láthatjuk az elmúlt időszakokban is az egyház ellenes megnyilvánulásokat. Karácsony Gergely tanácsadója be akarja tiltani a keresztelést, mert azt mondja, hogy alkotmány ellen, és miért legyen keresztelés. Akkor a következő lesz a cirkumcíziót is betiltják. Népszava keresztény gyalázó karikatúrát tett közzé, a Jobbik a keresztet gyalázhatja a Facebook posztjába. Úgyhogy a baloldali konglomeráció összeállt, és most az egyházakat is támadják, mert értéket hordoznak, mert közösséget szerveznek. Szerintem virágozzék minden virág, és aki nem akarja megkeresztelni a gyerekét, az rendezzen neki névadó ünnepséget, de higgyék el, jó az, hogyha az ember tudja, hogy hívják, és honnét jött, és hogy hol lakik a Jóisten. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek, és már is következik Závetsz Tibor és Deák Daniel. Tartsanak velünk, érdekes lesz.